A pályázatot nyert és ismét meghirdette a közbeszerzési eljárást a székelyudvarhelyi csillagvizsgáló tervezésére a polgármesteri hivatal. A korábbi sikertelen versenytárgyalásokból okulva az önkormányzat újra felértékeltette a munkálatot, így abban bíznak, hogy amennyiben akad kivitelező, jövőre elkezdődhet az épület felújítása. Negyedik alkalommal is kiírták a közbeszerzést a Székely udvarhelyi csillagvizsgáló felújítására, amelynek finanszírozási szerződését még 2018-ban kötötték meg. A városnak ismét sikerült pályázatot nyernie, annak ellenére, hogy a korábbi árbecslések nem voltak reálisak, és a versenytárgyalásokra egy kivitelező sem jelentkezett. A hibákból tanulva most tervezésre, illetve kivitelezésre külön-külön hirdették meg a licitet. Negyedszerre is Meghirdetjük a, tervezést, a, a tervezését az objektumnak. Ez azt jelenti, hogy a kiviteletel tervek el fognak a tél folyamán készülni, és tavaszra meghirdetjük a, a kivitelezési közbeszerzést. Mivel korábban senki nem vállalta a csillagvizsgáló korszerűsítését, a város halasztást kért és kapott. Ezzel a hosszabbítással pedig 2023. decemberéig kell elkészülnie a felújított épületnek, amely természettudományi oktatási központnak. Ad majd helyet. Emellett a körülötte levő parkban botanikus kert kialakítását tervezik, amely kisebb védett fajokat mutatna be a látogatóknak.